Sziasztok! Hát ugye egy ilyen kellemetlen kényszerhelyzetbe kerültünk a járványügyi helyzet miatt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy segítek nektek egy kicsit az edzésbe. Azzal, hogy mind kondicionálisan, mind technikailag karbantartsátok magatokat, ehhez szeretnék útmutatást adni. Természetesen adok nektek egy táblázatos, sajnos kézzel írt edzéstervet, illetve gyakorlatokat be fogom nektek mutatni, mint egy útmutatásként, hogy hogyan lehet ezt helyesen végrehajtani. A mai edzéshez mindösszesen két dolog kell, rajtad kívül természetesen. Az egyik egy ugrókötél, amit így le kell tenned a kőre, vagy a talajra. Ezeket a feladatokat bent is végezheted. Illetve a másik nagyon fontos kellék, hogyha nem akarod, hogy valami, vagy a talaj nyomja a derekadat, egy valamilyen egyszerűbb szivacs. Én erre gyakorlatra egy percet írtam nektek, de úgy érzitek, hogy ez egy perc sok, akkor nyugodtan elkezdhetitek 20-30 vagy 40 másodperccel, kinek hogy éppen milyen állapotban van a kondíciója. Az ütéseket első körben lassan hajtsd végre, a második körben, amikor újból csinálod a szögdelést és utána újból a kizamicukit, tehát a második körben, amikor újból csinálod a szögdelést és a kizamicukit, utána pedig az ütés gyorsan mutatom. Mind a hasprést, mind a plankot, minden egyes blokk végén csináljátok meg. Hogyha ebből is esetleg úgy érzitek, hogy a 30 hasprés és utána 30 másodperc plank hosszú idő, akkor csináljatok például 20 hasprést és 20 másodperc plankot, ezt kiki hogy érzi. Természetesen úgy érzed, hogy a 30 hasprés és a 30 másodperc plank egy picit rövid, nem terheli meg annyira hasizmadat, amennyire te szeretnéd, akkor természetesen az adagot lehet növelni, tehát akár csinálhatsz bele 40 hasprés, 40 másodperc plank, vagy 50, vagy 60, ahogy neked tetszik. Ebből a szögdelésből, ugyanúgy, mint hogy az előre-hátra szögdelésből, ebből is próbálj meg egy percet, ha úgy érzed, hogy egy kicsit túlzás az egy perc, akkor természetesen csinálsz belőle kicsit kevesebbet is.
Jodan annyiba különbözik az előző feladattól, hogy míg az előbb testre ütöttük a gyakucukit és egy picit mélyebben tartottuk a súlypontunkat, most egy picit magasabban tartod a súlypontodat és fejre ütsz. Mutatom. Emelést, vagy a térdemelést mindenképpen úgy csináljátok, hogy jó magasra emeljétek a térdeteket, és egyszer a lábad egyik, illetve a másik oldalon landol a kötélnek. Nagyon fontos az, hogy egy ritmusos, magas térdemeléssel végrehajtott feladat legyen. Körülbelül fél percig az egyik térdedet fogod emelni, és a következő fél percben pedig a másik térded, a másik lábad végzi a térdemeléses munkát. A záró rész, tehát az utolsó, egy ilyen összefoglaló rész, ezt a haladóbbaknak javaslom, ezt egyszer kell végrehajtani, gyakorlatilag minden eddigi szögdelő feladatból 30 másodpercet kell majd végrehajtani, tehát 30 másodperc előre-hátra szögdelés, utána 30 másodperc oldalszögdelés, 30 másodperc harán, 30 másodperc bal térd, majd végül 30 másodperc jobb térd, ha jól számolom, akkor ez 2,5 percig fogsz folyamatosan egy ciklikus kardio mozgást végezni. A legvégén pedig egy hasizom erősítés összefoglaló, ott próbáld úgy megcsinálni, hogy 20 hasprést csinálsz, majd 20 másodpercig plankolsz, aztán megint 20 másodperc hasprés, és végül megint 20 másodpercig plankolsz. Ne felejtsétek el az elején a bemelegítést, és a végén is a bemelegítést. Tehát legyen az elején egy 5-6 perc, egy ilyen jó átmozgató bemelegítés, a nyakad, a vállad, a csípőd és a lábaid bemelegítésével kezd. Egy nagyon pici kis helyben szögdeléssel, vagy valami futógyakorlattal, szögdelő gyakorlattal kezdje majd, föntről lefelé kezdje el gimnasztikázni. A legvégén pedig egy 5-6 percet aktív nyújtással tölts el, ahol a lábaidat, csípődet, jól lelazítod, visszanyújtod, hogy holnap is tudjál dolgozni, és ne legyen olyan komoly izomlázad. Bízom benne, hogy mindenki megértette a feladatot, bárkinek bármilyen kérdése van, akkor találjátok meg a csatornát. Kérdezzetek tőlem, dolgozzatok, kitartás! I'm the best.